Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit láttok a kávés csészében? Egy kávés jóslás. Mit üzen nektek ez a kép? Először is elmondanám azt, hogy mit látok én ebben a kávés pohárban, de ti is elgondolkozhattok ezen, és írjátok le a kommentárba, hogy ti mit láttok ezen a képen. Ami nekem így eszembe jut, hogy itt látható a nap, és alul egy fél hold. Tehát a napról és a holdról van szó. Az jelenti az éjszakát és a nappal, hogy itt legyen egy egyensúly, amit a nap szimbolizál, hogy láthatóvá tesz valamit, tehát tisztán látjátok a dolgokat, és amit itt ez a fél hold szimbolizál, azok az érzelmek. De az érzelmek legyenek inkább a háttérben, és a nap van itt az előtérben, tehát rendezni, tisztázni kell valamit, vagy tisztán látni a dolgokat. Ami nekem még úgy eszembe jut, egy kör, ez lehet egy gyűrű is, hogy kapsz egy gyűrűt például, vagy azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád, és mivel a hold szimbóluma is megjelenik itt, és a hold jelenti az érzelmeket, tehát itt érzelmekről van szó. Ha megnézem ezt a képet, ez lehet egy felhő is. Itt a múltban még minden olyan szürke volt, olyan átláthatatlan, de a jelenben itt kitisztul valami. Ez a szürke fény, az jelentheti a félelmeket, a bizonytalanságokat is, és ez elmúlik. Tehát itt kitisztul valami. Az is lehet, hogy ő figyel rád, néz téged, az érzelmek itt lent, tehát így a háttérben vannak, nem beszél nyíltan érzelmekről, de mégis megvan nála az a gondolat, hogy szeretne veled tisztázni valamit, és visszatér hozzád. És én örülnék annak, ha leírnád a kommentárban azt, hogy mit nézel itt, mit látsz ebben a kávés csészében. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!